Szeretettel köszöntöm a Fénytelevízió nézőit, híreink következnek, tartsanak velünk! 245 új igazolt esettel 16.247-re nőtt az igazolt koronavírus fertőzöttek száma Romániában. Az ország területén eddig 1046 elhalálozást jegyeztek, tájékoztat a stratégiai kommunikációs csoport. Legutóbb 3 nő és 7 férfi halt meg, a legfiatalabb közülük 39, a legidősebb 87 éves volt. A gyógyultak száma 1092-vel nőtt, országos szinten már 9053 páciens küzdötte le a fertőzést. Intenzív osztályon 225 beteget kezelnek. Mostanáig 286.217 koronavírus tesztet végeztek és dolgoztak fel országszerte. Újabb rendkívüli tanácsülést tartottak online Gyergyószent Miklóson. A képviselőtestület 6 határozat tervezetet fogadott el. Többek között döntöttek a távhőrendszer fejlesztéséről, amely idén a forradalom negyedben kezdődhet el. Gyergyószent Miklós kormány támogatásból szeretné a távhőrendszert fejleszteni. Ezzel kapcsolatban hoztak döntést a szerda délutáni online tanácsülésen. Jóvá hagytuk azt a fejlesztési projektünket, amelynek a fő célja a városi távhőhálózatnak a felújítása és a tervdokumentációknak a benyújtása a Fejlesztési Minisztériumhoz, melynek beruházási értéke 15.567.808 lej, és ebből a mintegy 15 millió lejből 12.357.000 lejes érték lenne a kormány által biztosított társfinanszírozás. Az elmúlt időszakban eljutottunk odáig az elbírálás során, hogy pontosítást kértek a minisztériumtól, tájékoztattak minket arról, hogy annak ellenére, hogy a program neve 2019 és 2027 hetes időtartamot is magában foglal, csupán 3 évre fognak tudni szerződést kötni az önkormányzatokkal. A döntés értelmében a 7 évre elosztott összeget 3 évre csoportosították át, annak reményében, hogy lesz még lehetőség szerződés módosításra, így nem kell jelentős összeget egyszerre előteremtsen a város. A fejlesztés már ebben az évben elkezdődik. Egyelőre arra készülünk, hogy az idei évben 1.100.000 lej körüli értéket tudjunk minisztériumi és helyi költségvetésből biztosítani. Ebből közel 1 millió lej lenne a minisztériumi támogatás, és a fennmaradó 170.000 lej helyi költségvetésből lenne finanszírozva. A munkálatok, amelyeket ebből szeretnénk megvalósítani, azok többnyire a város azon lakónegyedeit érintik, ahol már a használt technológia elavult, ilyen például a forradalom negyed, ahol nagyon sok lépcsőházban régi modulok vannak beszerelve, nem felelnek meg a korszerű előírásoknak, és hatékonyság szempontjából is problémát jelentenek a mi számunkra. Energiahatékonysági tanulmányt készítettek szakcéggel, ha a 2021-2027-re javasolt beruházások megvalósulnak, akkor évente 8000 megawatt energiát spórolhat Gyergyószent Miklós. Harkita megye tanácsa múlt héten 300.000 lejt hagyott jóvá a helyi hőszolgáltatási közműnek. Az összegből többek között a Virág és Bucsi negyedi kazánházakban található gázkazánokat automatizálják és korszerűsítik. A megyei önkormányzat a teherforgalmat kiszolgáló 3 utca folyamatban lévő felújítására is átutalt 200.000 lejt, ezt szintén befoglalták a helyi költségvetésbe. A Batthyány Ignác Technikai Kollégium bentlakásának energiahatékonyságot célzó felújításának költségeit kellett aktualizálják. A beruházás értéke 384.000 lejjel növekedett. A munkálatok kivitelezésére a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Tovább szeretné bővíteni a sportbázist a városvezetés, ezért újabb területeket akarnak vásárolni. A tárgyalások folyamatban vannak, az egyik tulajdonossal sikerült megegyezzenek, így hamarosan meg tudják kötni az adásvételi szerződést közel 18.000 euró értékben. Magyarország sértegetése közepette megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely a trianoni szerződés napjává nyilvánítja június 4-ét Romániában. Az ellenzéki szociáldemokrata párt törvényhozóinak előterjesztése lehetőséget teremt Erdély elcsatolásának megünneplésére.
Erről a nehéz témáról nem lehetséges racionálisan vitatkozni, hiszen érzelmileg eltérő, ellentétes álláspontokra helyez bennünket, hangoztatta Kelemen Hunor RMDSZ elnök a trianoni békediktátum romániai megünnepeltetéséről szóló törvénytervezet parlamenti vitáján. A Trianon törvényt 235 szavazattal, 21 ellenében és 25 tartózkodás mellett szavazta meg az alsóház, hatályba lépéséhez Klaus Johannis államfő aláírására van szükség. Szerdán elfogadta döntőházként a képviselőház az RMDSZ által benyújtott törvénymódosítási javaslatot, így a tanév végéig otthon maradhatnak azok a szülők, akiknek 12 évesnél kisebb gyermekük van, és ez idő alatt továbbra is kaphatják korábbi fizetésük 75%-át. A tanév végéig otthon maradhatnak Romániában azok a szülők, akiknek 12 évesnél kisebb gyermekük van, és ez idő alatt továbbra is kaphatják korábbi fizetésük 75%-át. Az RMDSZ által benyújtott törvénymódosítási javaslatot döntőházként fogadta el szerdán a képviselőház. Annak ellenére, hogy az oktatási intézmények a tanév végéig zárva maradnak, az online tanulási folyamat továbbra is folytatódik. A hatályos jogszabályok szerint a szülőknek nem lett volna lehetőségük otthon maradni a gyermekeikkel a szükségállapot vége után, viszont ezt most sikerült meghosszabbítani. A 12 éves kor alatti gyermekek felügyelete miatt igényelt szabadságokat a második fél év végéig kérni lehet. A gyerekfelügyeleti szabadság idején bérének 75%-át kapja az alkalmazott az otthon töltött napokkal arányosan. Ez az összeg azonban nem lehet nagyobb az országos bruttó átlagbér 75%-ánál. A törvény értelmében a munkaadó köteles volt kifizetni a bért, és az összeget pedig 60 napon belül fizette volna vissza az állam. Ez az időtartam most 15 napra csökkent. Minden ágazatban, ahol eddig kényszerszabadságon tartózkodtak az alkalmazottak, a sürgősségi helyzet feloldása azt is jelentette, hogy az eddig folyósított 75%-át a fizetésüknek már nem az állam volt köteles folyósítani, hanem a munkáltató. Az RMDSZ által benyújtott módosító javaslat értelmében most a parlament plénuma elfogadta, hogy mindaddig az állam folyósítsa az érintettek kényszerszabadságáért járó juttatást, amíg a megszorító intézkedések által zárva tartott intézmények nem tudják az alkalmazottaikat fizetni. Ebbe a kategóriába sorolhatók a színházak, filharmóniák, kulturális egyesületek, vendéglők, azaz minden olyan létesítmény, amely nem indíthatja újra tevékenységét május 15-e után. A képviselőház döntőházként fogadta el a tervezetet, az államelnök kihirdetésére vár. Hétfőtől fokozatosan beindul az ügyfélszolgálat az Országos Gépjármű Bejegyzési és Jogosítvány Kibocsátó Hivatal megyei igazgatóságain. Várhatóan megnövekszik a forgalmi engedélyek és gépjárművezetői jogosítványok cseréjére vonatkozó kérések száma. Kérik a lakosságot, hogy mielőtt felkeresik az intézményt, tájékozódjanak a megyéjük prefektúrájának honlapján. Az ügyfeleket kizárólag online időpontfoglalás alapján fogadják. Ma igazi kalákás hangulat volt a Csikikertben, ahol a Gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal munkatársai közösen takarítottak, ösvényeket tisztítottak meg, kidőlt fát vágtak, hogy a kijárási korlátozás megszűnésével kirándulni vágyók rendezett környezetben tudjanak kikapcsolódni. A szükségállapotot követően lehetőség lesz arra, hogy a lakossága a természetben kapcsolódjon ki, ezért a Gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal munkatársai közösen elvégezzék a tavaszi munkálatokat a Csikikertben, és előkészítsék a területet a kirándulók számára. A fontosabb munkálatok, amelyeket elvégzünk, az természetesen az úttakarítástól a leesett, leszakadt ágaknak az eltakarításáig, a sétáló ösvényeknek a kitakarításáig, illetve magába foglaltuk azokat a munkálatokat is, amelyek a padoknak a javítását, helyenként a cseréjét és az újrafestését is tartalmazta. A parknak az elmúlt években több adminisztrátora is volt, majd az önkormányzat visszavette saját kezelésébe. A fűnyírást és egyéb kisebb munkálatokat a Hargita megyei és a helyi sérülteket foglalkoztató intézmények gondozottai végezték, rájuk számítanak idén is. A korábban focipályaként működő felületen továbbra nem kívánunk futballpályát működtetni. Az a célunk, hogy a Csikikerten belül csak is olyan tevékenységnek adjunk lehetőséget, amelyet a csendben való időtöltésnek ad lehetőséget. Éppen ezért a régi focipályánt
körülvevő, most már elrozsdásodott és helyenként kidőlt kerítést is eltávolítjuk, majd a későbbiekben erre a felületre majd asztalokat tervezünk kihelyezni, valamint szabadtéri fitnessgépeket is, hogy csendben, de hasznosan tudjuk eltölteni a szabadban a tevékenységi időnket. Nagy Zoltán polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a kirándulók ne igyanak a Csikikertben lévő források vizéből. A Csikikertben megtalálható források továbbra is működnek, viszont fel szeretném hinni a figyelmét a lakóknak arra, hogy a későbbiekben sem alkalmas emberi fogyasztásra ez a víz. A kirándulók továbbra is be kell tartsák a természetvédelmi szabályokat, kutyát sétáltatni csak pórázon lehet, és kérik, hogy óvják a környezetet, ne rongálják az ott található természeti értékeket. Az elképzelések szerint az önkormányzat készített majd egy hatástanulmányt, felmérik a növényzetet, és összehasonlítják az eredetileg betelepítettel, és ennek alapján fogják majd pótolni a széldöntések, vagy egyéb okok miatt eltűnt fákat. Az RMDSZ kérésére 1 millió egyszer használatos maszk érkezett. A tájváni magánadomány a magyar kormány segítségével jutott el Romániába. A segélyszállítmányt a 8-os és 12-es diákoknak és tanáraiknak, több erdélyi idősotthon lakóinak, a Szent Ferenc Alapítvány munkatársainak és a gondozásában lévő gyermekeknek, a Caritas Alapítvány és a Diakónia Alapítvány munkatársainak, kórházaknak, önkormányzatoknak és egyházaknak juttatják el. Zajlik az új vízhálózat kiépítése a Tűzoltó utca Nyír felé vezető szakaszán. Ahogy megérkeznek a megrendelt anyagok, a lakónegyedekben is elkezdik a munkálatokat, az új hálózatra való rácsatlakozás szakaszosan történik majd. Jelenleg a mezőben építenek ki egy olyan új szennyvíz gerinchálózatot, amelyre a Nikolai Bölcsészkú utcától északra található részt is rá tudják majd csatlakoztatni. A munkálat összesen közel 46 km vezeték elhelyezését tartalmazza, idén 16 utcát érint. A jelenlegi helyzetben is megtörténhet, hogy valaki megsérül, sokan azonban félnek orvoshoz fordulni, tartva a fertőzés veszélytől. Elsőként a családorvost kell megkeresni, ő amennyiben szükséges, szakorvoshoz irányítja a sebesültet. Koronavírus járvány idején is történnek balesetek, olyanok is, amelyek során ortopédiai jellegű sérüléseket szenvedhetünk. Sokan azonban a megfertőződés veszélyétől tartva félnek a kórházi sürgősségi ellátási rendszerhez fordulni segítségért. A jelenlegi helyzet tisztázása érdekében kerestük fel Sólyom Árpád marosvásárhelyi ortopéd traumatológus főorvost, egyetemi adjunktust, aki arra szólít fel mindenkit, hogy sérülés esetén elsősorban a családorvostól kérjen segítséget, majd annak tanácsára akár telefonon is forduljon szakorvoshoz a helyzet valamelyes tisztázása érdekében. Szakember szempontjából mondhatnám, hogy nagyon nehéz egy beteg konzultáció online. Azért nem is tudom konzultációnak nevezni, mert valójában csak meghallgatjuk a beteg panaszait, és esetleg egy-két fotóval a sérült végtagról tudunk tanácsot adni. Viszont az, hogy nem tudjuk a betegre rátenni a kezünket, az már nekünk egy hátrány szakmailag. Ám enyhébb sérülés esetén valamikor ez is elegendő. Amennyiben a szakorvos úgy ítéli meg, hogy személyes konzultációra van szükség, a betegnek azt javasolja, hogy lehetőleg egyetlen kísérővel érkezzen a kórházba, ahol előbb a szűrősátornál kell jelentkeznie, majd amennyiben nem merül fel a vírusfertőzés gyanúja, a SMURD részlegre kerül, ahol a saját, illetve a beteg érdekében védőfelszerelésbe öltözött szakorvos fogja megvizsgálni. Sólyom Árpád elmondta, a biztonsági intézkedések miatt ezekben a napokban hosszabb várakozási időre kell felkészülniük a betegeknek, de minden az ők érdekükben is történik. Viszont ha az orvos előzetes telefonbeszélgetés során úgy ítéli meg, mindenképpen kórházba kell menni, hiszen a vírusfertőzéstől való félelem miatt elhanyagolt sérülés sokat rosszabbodhat megfelelő kezelés hiányában. Nem mondhatom azt a betegeknek, hogy ne féljenek, mindenki fél, viszont egy bizonyos alapfokú óvintézkedése, lásd a masznak a hordása, már nagyon sokat számít ilyen szempontból, és ezt el kéne kerülni, hogy a beteg valamilyen mozgásszervi patológiával otthon maradjon azért, mert fél. Tehát hogyha súlyos a helyzet, akkor ajánlom, hogy forduljon szakellátásra, és itt a szakellátás kezdődik a családorvossal, majd a sürgősségi ellátással.
Dr. Solyom Árpád elmondta, a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórházban, mint köztudott, teljes mértékben elkülönítve kezelik a koronavírus gyanús, illetve fertőzött betegeket, és azokat, akik esetében a fertőzés gyanúja sem merül fel. Ugyanakkor a kórház úgynevezett tiszta részében is óvintézkedések vannak, gyakori fertőtlenítés mellett védőfelszerelés viseletek kötelező, és a kórtermekben is legfennebb 2-3 beteg fekhet a távolság betartása érdekében. Híreik végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, ha tehetik, kövessék figyelemmel a Fénytelevízió képújság oldalain közzétett híreket is. Én holnap is várom Önöket, szép estét, viszontlátásra!